December 6-án nyit, idén is lesz korcsoly a pálya. 700 gyermeket látogat meg, ismét Gyöngyösen a Kóp Mikulás. Élj egészségesen, gyümölcs és zöldség kóstoló diákoknak. Jó estét kívánok, az Aktuálist látják november 27-én szerdán, jönnek a részletek. A Mikulás hozza majd a korcsolyázás lehetőségét Gyöngyösön, az időjárás ugyanis egyelőre meghiúsította a jégpálya november 30-ára tervezett nyitását. Az idei szezonban is jégdiszkó, koriolimpia és más versenyek színesítik a programokat, és csatlakoznak a jégpályák éjszakája rendezvénysorozathoz is a szervezők. Kásás, latyakos, egyenetlen jégfelület, ezen még napokon belül nem lehet korcsolyázni. Az üzemeltetők november 30-ára tervezték a jégpálya nyitását a gyöngyösi strand területén, azonban most már biztos, hogy az időjárás ezt nem teszi lehetővé advent kezdetére. Én azt gondolom, hogy nekünk hosszabb távon kell gondolkozni, és akkor járunk el helyesen, hogyha abba az irányba indulunk el, ami arról szól, hogy folyamatosan stabil jeget biztosítsunk a gyöngyös és környéki lakosoknak, akik szeretnék ezt használni. Ha igaz, amit mond a meteorológia, hogy a hétvégre bejön egy kis mínusz, akár éjszaka nappalra is, akkor én úgy gondolom, hogy stabilan Mikulás fogja meghozni jeget. Előre láthatóan így a tervezettől egy héttel később, december 6-án, pénteken lesz a jégpálya megnyitója. Már a negyedik szezont kezdik, és minden télen nagy népszerűségnek örvend ez a fajta sportolási lehetőség. A testület jó döntést hozott annak idején, mikor a jégpálya létrehozása mellett döntött, mondta a polgármester. Annak idején költségvetésből vettük meg, ugye a kérdés az volt, hogy mindig béreljük, vagy pedig vegyünk egy saját jégpályát. Hál' Istennek emellett döntöttünk, hogy a jégpályán az a város tulajdona, üzemelteti a sportfólió, a sátrat, a fedést béreljük. Ez meg jobban jön ki, mintha megvásárolnánk. Mivel a korcsolyázók jelentős bázisát a fiatalok adják, így a programokat illetően kíváncsiak a véleményükre is. Kiértékelve ezt a felmérést, természetesen idén is lesznek jégdiszkók, és meghagyjuk természetesen a korcsolya olimpiát, a kori olimpiát majd 2020 év elején, ez ami tavalyi programból marad idén is, illetve lesznek mindenféle versenyek, amit majd közösségi médiában fogunk hirdetni. Az idei szezonban csatlakoznak a jégpályák éjszakájához is, és most is lesz korcsolya kölcsönzési lehetőség. Az idén először jótékonysági célokat is kitűztek a szervezők. A Sportfólió Kft. Gyöngyös cégeivel karöltve az Autista Segítő Központ gyermekeit sporteszközökkel támogatják majd. Második alkalommal járja majd a gyöngyösi utakat a Kóp Mikulás kisvonat. Az ünnepi program története 12 évre tekint vissza, azóta Szolnokon, 10 éve pedig Debrecenben is utazhatnak a télapóval a kicsik. Városunkban idén több mint 700 gyermekhez látogat el a nagyszakállú, délelőtt 5 óvodába és a kórház gyermekosztályába, délután pedig azokkal fog utazni, akik beszerzik a felszálláshoz szükséges karszalagokat. A Mikulás külön kérése volt, hogy idén is találkozhasson a gyöngyösi gyermekekkel. Hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amelyen bejelentették, hogy második alkalommal járja a városunk utcáit a Kóp Mikulás vonat, és látogat el több mint 700 gyermekhez. Az ünnepi program első részében, vagyis december 6-án délelőtt 5 óvodába és a kórház gyermekosztályára érkezik a Mikulás, délután pedig a kisvonat körjáratban közlekedik a városban. A Kóp Szolnok ZRT vezérigazgatója azt mondja, egy cégnek kötelessége a társadalmi szerepvállalás. Ez nem feltétlenül biztosan csak arról szól, hogy nekünk ez mekkora marketing dolog. Higgyék el, hogy sokkal többet jelent ez nekünk, hiszen nekünk is vannak gyermekeink, a dolgozóinknak is vannak gyermekei. Nekem mind a két gyerekem már a Kóp Mikulás vonaton nőtt föl. Ők valahol úgy szocializálódtak, hogy hát nem is biztos, hogy szánoljon az a Mikulás, hanem a vonaton. Akár vonaton, akár szánon, akár bármilyen járművel érkezzen is a Mikulás, a lényeg, hogy mosolyt csaljon a gyermekek arcára. Ezt pedig a gyöngyösi cég is így gondolja, annál is inkább, hiszen tavaly is nagy sikere volt az ünnepi programnak. Tavaly nagyon nagy érdeklődés övezte ezt, egyrészt az óvodákban is nagyon szívesen látták a Mikulást, nehéz is volt tartani a programot, hiszen nagyon nehezen engedték el őt, illetve a délutáni programon is nagyon nagy érdeklődés volt,
és én úgy gondolom, hogy maximálisan jól sikerült, úgy gondoljuk, hogy idén is megtettünk mindent annak érdekében, hogy folytassuk ezt a hagyományt. A kisvonatra egy karszalaggal lehet felszállni, a karszalagot pedig december 1-e és 6-a közötti vásárlás után kaphatnak a vevők. A decemberi programok sorában a város is üdvözli ismét a Mikulás vonatot. Erre nekünk nem lenne pénzünk, és ilyenkor egy ilyen céges felajánlás jó jön, hiszen ez egy sok milliós kiadás, amíg bérelni egy ilyen vonatot, és végigutaztatni azokon a helyeken, ami a cégnek fontos, úgyhogy köszönettel vettük, és reméljük, hogy jövőre is jönnek. Hisz György hozzátette, az idei advent nagyon színes lesz Gyöngyösön, amihez nagyban hozzájárul a hasonló cégek támogatása is. Az egészségnevelési hét keretében ételkóstolót tartottak a diákoknak a Kálvária Parti Sport és Általános Iskolában. A szervezők célja, hogy a gyerekek minél fiatalabb korban megtanulják, hogy hogyan kell egészségesen élni, milyen ételeket szabad fogyasztani és mekkora mennyiségben. Zappályhes csoki golyó, cékla saláta és almás sajtkrém. Kizárólag olyan alapanyagú ételek, melyek tartalmazzák mindazt a kalória, fehérje, ásványisú és vitamin mennyiséget, mely szükséges ahhoz, hogy a gyerekek egészségesen fejlődjenek. Ilyen ételkóstolóval készültek a kicsiknek az iskolában, hiszen szeretnék, ha új ízekkel ismerkednének meg, hogy a jövő generációjának már természetes legyen az egészséges étkezés. A gyerekek nagyon ritkán fogyasztanak, azt tapasztaltuk, zöldségeket, gyümölcsöket, inkább ezeket a gyors ételeket fogyasztják, otthon is, a büfében is ezeket keresik, és úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos lenne a gyerekeknek az étkezése szempontjából, hogy ezeket is megismerjék. Abban is bízunk, hogy esetleg, ha otthon mesélnek erről a kóstolóról, akkor a családban is esetleg sor kerül ezeknek a fogyasztására. A gyerekeknek ízlett a menü, és azt is tudják, hogy ezeknek az ételeknek köszönhetően egészségesebbek és erősebbek lesznek. Én ilyen gyümölcstálat kóstoltam, és nagyon ízlett, mert sok egészséges dolog van benne, és azok mindig finomak. Vannak, akik otthon is odafigyelnek az egészséges táplálkozásra, egyikük felsorolta, hogy miket szokott fogyasztani. Répa, alma, meg gyümölcsök. Az intézményvezető helyettes elmondta azt is, hogy azért is tudják ilyen színvonalasra szervezni a programot, mert az önkormányzat ehhez kapcsolódó pályázatát szinte minden évben elnyeri az iskola, és ezzel anyagi támogatást is kapnak az egészségnevelési hét megrendezésére. Hétvégén már sokadik alkalommal várt a látogatóit a testi, lelki, szellemi egészség egyik legnagyobb, legszínesebb és legátfogóbb gyöngyösi rendezvénye a Natura Nap. A Mátra Művelődési Központban az érdeklődők kipróbálhattak különböző termékeket, mozgásformákat és masszázsokat is. A reggeltől délutánig tartó előadásokra pedig bárki beülhetett. Volt, aki nézelődött, de volt olyan is, aki kipróbálta a különböző masszázsokat és mozgásformákat. A kiállítók és előadók nagy része visszatérő vendég, de mindig vannak újdonságok, mindig terveznek újításokat is a szervezők. A NIA például egy egészen új holisztikus fitness módszer, ami Amerikából indult, mára pedig már nálunk is hódít. Ez egy ötvözet, különböző harcművészeti elemek, gyógyító elemek, illetve tánc lépések gyógyító ötvözete. Keleti harcművészetek például a tai chi, a taekwondo és az aikido. A gyógyító művészetek közül a jóga, Alexander és a Feldenkrais technika az, ami megtalálható benne, illetve ez tarkítja a modern jazz és a Duncan tánc. Szintén újdonságként ismerhettük meg a termékek közül a kenderolajat, aminek ideális koncentrációja stimulálja a szervezet saját szabályozási folyamatait, mondta el Duska Éva, a terméket forgalmazó cég tanácsadója. A kender nem úgy hat, hogy ezeket a tüneteket szünteti meg, hanem a belső irányításunkat teszi a helyére, a belső egyensúlyunkat teszi a helyére, hogy azok a tünetek elmúljanak. Tehát nem a tünetet kezeli, hanem azt oldja meg, hogy ezek ne alakuljanak ki. A Mátra Művelődési Központ 1990-től minden évben kétszer rendezi meg ezt a napot, aminek minden alkalommal a testi, lelki és szellemi egészség áll a középpontjában. Ma már a fenntartható egészség, a fenntartható környezet a hívószó, és az autoimmun betegségek megnövekedett százalékos arányára figyelünk nagyon. Nem csak előadások, hanem kiállítás, vásár, kóstolók, különböző kezelések, tanácsadás és állapotfelmérések is várták az érdeklődőket.
Heves megye diák sportjáért kitüntetést kapott Juhász Péter, a Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft. Ügyvezetője az Egerben tartott Diákolimpia diátadó ünnepségén. Az ügyvezető több mint 10 éve szervezi és koordinálja a gyöngyösi sportéletet. Az elismerést a nyáron megrendezett diákolimpiai döntő kiváló lebonyolításáért vehette át. Az ünnepségen gyöngyösi sportolókat is kitüntettek egyéni és csapatszinten is. Egerben tartották az idei Heves megyei Diákolimpia díjátadó ünnepségét, ahol közel 190 kiváló sportolót tüntettek ki. Az eseményen nem csak a sportolókat, de a Diákolimpia szervezésében kiemelkedő szerepet nyújtó egyéneket is díjazták. Köztük Heves megye diák sportjáért kitüntetésben részesült Juhász Péter, a Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft. Ügyvezetője is, aki több mint 10 éve vezeti a gyöngyösi sportéletet. Az idén nyáron a Kft. Szervezte meg a Diákolimpia döntőjét. Én azt hiszem, hogy ez egy jó lökés a jövőre nézve, hiszen ilyenkor érzi azt az ember, vagy érezhetik azt az emberek, hogy van miért dolgozni, van jövőkép, van újabb cél, és remélem, hogy sikerül a közeljövőben is egy hasonló nagy volumenű rendezvényt megvalósítani, így Gyöngyösön. Az ügyvezető szerint ez a díj a közös munka eredménye, amely a Sportfólió Kft. Dolgozói, illetve a városban dolgozó testnevelő tanárok kemény munkájának köszönhető. Én azt gondolom, hogy nyilván egy jó csapat munka nélkül ez nem valósulhatott volna meg, és itt nem csak elsősorban a Sportfólióban dolgozó kollégáimra gondolok, hanem azokra a testnevelőkre, akik évek óta, vagy inkább évtizedek óta dolgoznak a város életében az általános és középiskolás falak, vagy tornatermek, vagy éppen az uszoda között, azért, hogy jó képességű, egészséges gyerekeket, aztán majd felnőtteket neveljenek. Az ünnepségen gyöngyösi sportolókat is kitüntettek a Diákolimpián elért jó eredményeikért, egyéni és csapatszinten is. Díjat vehettek át a Kálvária Parti Általános Iskola leányfutballcsapat tagjai, valamint a gyöngyösi kézilabdázó leánycsapat. Egyéni díjat pedig Magda Boldizsár, Makovényi Attila, valamint Pernyész Dorottya kapott. Az NB3-as labdarúgó bajnokság őszi szezonja befejeződött. A tavaszi fordulóból előrehozott mérkőzésen a Gyak a Tiszaújváros ellen lépett pályára a Kömlei Károly sporttelepen. A mérkőzés igazi érzelmi vasúthullám volt, ahogyan Varga Attila, Gyak edzője is fogalmazott. A csapat, ha lassan is, de elkapta a fonalat, és 0-2-es állásból 3-2 arányú győzelmet kovácsolt. Sok enyédi hibát vétettünk, ami egyébként jellemző volt ránk egész fél év alatt. A másik fél évben viszont nagy pozitívum, hogy egyénileg és csapatszinten is nagyon feljavultunk, nagyon remek gólokat rúgtunk, nagyon szépen dolgoztak a srácok. Kicsit nehéz azért, ami mostanában zajlik a csapat körül, de nagyszerűen profin gondolkozva túltették magukat a fiúk ezen, és remek teljesítményt nyújtva a második fél időben, úgy gondolom, hogy azzal a teljesítménnyel megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. Az értékelés során kíváncsiak voltunk arra is, vajon a vezetőedző hogyan látja fél év távlatából, sikerült-e megvalósítani célkitűzéseit a csapatépítés terén. Az én csapataimra eddig jellemző volt, hogy az első háromba voltak, akik a legkevesebb gólt kapták, és ez a csapat rengeteg gólt kapott, és ennek megmondom őszintén, a mai napig nem tudom az okát. Nem hiszem, hogy rövid idő ez már, tehát ez a fél évnek elég le kellett volna lenni ahhoz, hogy stabilabb legyen a társaság. Voltak nagyon jó periódusaink, játszottunk nagyon jól, játszottunk jól is, és mégis kikaptunk, de volt olyan mérkőzésünk is természetesen, amikor nem biztos, hogy győzelmet érdemeltünk volna, de benne volt a meccsben, a futball az ilyen, de nem sikerült valahogy úgy összedolgozni még a csapat taktikáját. Nehezen is álltunk össze, sokkal több edzés munkához nehezen aklimatizálódtak a játékosok. Az általam kért filozófia is nehezen valósult meg, sőt, még nem is valósult meg. Nagyon sok minden új volt nekik, megmondom őszintén nekem is ezáltal. Azt hittem, ez gördülékenyebben fog menni, mert valami olyan érzésem van, hogy ezeket a dolgokat sokkal hatékonyabban át tudtam vinni máshol. Itt valószínű egyébként, hogy nagy volt a lépés, amit én
én gondoltam, hogy meg tudunk itt valósítani. A tavaszi szezonból még egy mérkőzésre kerül sor, a helyszín Jászberény lesz. A Gyak jelenleg a tabella 11. helyéről várhatja a végleges szezonzárást. Magyarország 2024-ben űrhajóst kíván küldeni az űrbe, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az űripar az egyik legfontosabb iparág lesz a jövőben. Magyarország számára ez újabb fejlődési, kitörési lehetőség, amelyet 2024-re reálisan megvalósíthatónak lát az orosz Roszkozmosz együttműködésében, magyarázta a tárca vezető. Egyre több magyar áruházláncban megtalálhatók már az úgynevezett vegán húsok, amelyek kizárólag növényi alapanyagukból készült húspótló készítmények. Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke elmondta, egyelőre luxus terméknek számítanak ezek a készítmények, így rövid távon nem várható, hogy komolyan veszélyeztetné a hagyományos húsfélék piacát. Ám ha fennmarad a technológiai fejlődés sebessége, és sikerül az árakat leszorítani, akkor 5-10 éven belül alternatívát jelenthet már a fogyasztók körében is a vegán hús. Most jönnek a legfontosabbak még egyszer röviden. December 6-án nyit, idén is lesz korcsolya pálya. 700 gyermeket látogat meg, ismét Gyöngyösen a Kóp Mikulás. Élj egészségesen, gyümölcs és zöldség kóstoló diákoknak. Köszönöm figyelmüket, ez volt az aktuális szerdán, holnap is jövünk majd friss hírekkel a szokott időpontban. Addig híreinket a www.gyöngyöstv.hu oldalon is megtalálják. Minden jót, a viszontlátásra!